Az egyetemi kosárlabda csapatot köszöntötte Figula Erika. A Nyíregyházi Egyetem rektora elismerő oklevelet is átadott az együttes tagjainak. A kosarasok ezüstéremmel zárták a 2017-2018-as Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságot. A gárda előbb a keleti csoport élén zárt, majd a Soproni Egyetem csapatát győzte le könnyed játékkal két mérkőzésen, így bejutott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem csarnokában rendezett négyes döntőbe. A fináléban aztán a BME és a Testnevelési Egyetem csapatát felülmúlták, viszont a Miskolc ellen nem jött ki a lépés a nyíregyháziaknak, így végül a második helyen zárt a csapat. Először is a szezonunk a szenzációs volt. Egyetlen egy mérkőzésen szenvedtünk Budapesten vereséget, de az már nem számított bele, hiszen akkor már biztosan csoport elsők voltunk. Nagyon jó csapat a miénk, tehát NB1-B-s csapatból jöttünk, ugye hatan úgy játszottak, de itt minden egyes komoly játékerőt képviselő ellenfél, mind NB1-B-s játékos kerette, illetve volt, aki A-val is rendelkezett. De mi voltunk, fényévekre voltak mögöttünk különben, ezt akkor is mondtam előre is, sajnos kifogtunk egyetlen egy rossz napot. A nyíregyházi együttes több az NB1-B-s Blue Sharksban is rendszeresen szóhoz jutó játékos erősítette. Köztük volt Szura Attila is, aki nem csak a cápákat, hanem az egyetemi csapatot is nagyszerű játékkal segítette. Jó látni, hogy az egyetemi bajnokság is már egyre erősebb, és igazából nő a színvonal, úgyhogy szerintem az évek alatt ez tényleg egyre erősebb lesz. Mindig nagyon örültem, amikor egyetemi meccset játszhattam, mivel ott jobban ki tudom élni magam, nem olyan erős, mint a B csoport. Viszont a kettőt összeegyeztetni az nagyon nehéz volt, ugyebár nagyon sok meccsünk volt B csoportban, nagyon sok edzés, napi kettő, mellett az egyetemi meccsek, úgyhogy fárasztó volt nagyon, de szerencsére sérülés elkerült, úgyhogy kibírtam. Ezt a helyezést igazából úgy értékeltük, hogy elsők lettünk, de ugyebár nem olyan érmet kaptunk. Ez így van, sajnos olyan napot fogtunk ki akkor, hogy az egész csapat próbálkoztunk, kapartunk, de sajnos kevés volt, nem ment senkinek se jól a játék. Viszont utána már a TF ellen úgy álltunk hozzá, hogy meg akarjuk nyerni még akkor is, hogyha a második hely, és szerintem bebizonyítottuk, hogy igenis mi voltunk az egyik legjobbak a tornán. A nyíregyházi együttesből Olá Zoltán a döntő All-Star csapatába is bekerült.